Összeköti a tanyavilágot és a települések lakóit a Balkány és Biri között szerdán átadott kerékpárút. Ez nem az első ilyen beruházás a térségben. A cél, hogy a későbbiekben Szakoly és Nyír Mihálydi érintésével csatlakozzon a most átadott szakasz ahhoz a hálózathoz, amely Debrecent és Szatmár Németit köti össze. A turisztikai szempontok mellett fontos az is, hogy egy ilyen fejlesztés megkönnyíti a munkába járást. Emellett pedig a sportolásra elsősorban ugye a kedves gyermekeink, de mi is igénybe vehetjük a kerékpárutakat. Igénybe is vesszük azt a több mint 60 kilométert, mert hogy 2015 óta több mint 60 kilométer kerékpárutat építettünk. Ez egy nagyszabású fejlesztési program része. Az Európai Uniós források tekintetében a magyar kormány költi arányában a legtöbbet a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. 2010 óta 1500 kilométernyi kerékpárutat fejlesztettek, így országosan már összesen 6000 kilométer áll a bringások rendelkezésére. A jelenlegi fejlesztési tervek szerint pedig 2030-ra ez a szám eléri a 15 000 kilométert. Ehhez járul hozzá a Balkány és Biri között átadott 3 kilométeres szakasz. Ez a kerékpárút természetesen szolgálni fogja majd az ide látogató kerékpáros turisták kényelmét. Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy Balkány, illetve Biri külterületei könnyebben elérhetők lesznek, márpedig a mezőgazdasági munkák ellátásához nagyon sokan pattannak nyeregbe. Most az ő munkába jutásukat fogja részben megkönnyíteni, részben pedig biztonságosabbá tenni ez a beruházás, amely összesen 365 millió forintból jött létre, és ehhez a kormány 284 millió forintos támogatást biztosított. Szijjártó Péter hozzátette, a világon 50 évvel ezelőtt ugyanannyi autót gyártottak, mint kerékpárt, ma már azonban utóbbiból dupla annyi készül. Ehhez egyre több kerékpárútra is szükség van, ezért a megyei önkormányzatnak is nagyszabású tervei vannak erre vonatkozóan. Egy megyei kört fejlesztünk ki ezekből a fejlesztésekből, ezekből a kerékpáros fejlesztésekből, és Tokajtból kiindulva, Nyíregyházán keresztül, a szatmári térségen keresztül visszafordulva, majd aztán újra Tokaj felé mehessenek a jövő bringásai, kerékpárosai. Én remélem, hogy ez nem is a távoli jövő, a következő 7 éves fejlesztési ciklusban. Remélem, hogy ebben is jelentős mértékben tudunk előrelépni. És még azt megosztom önökkel, hogy éppen tegnap előtt kaptam kormánybiztos úrtól, Révész Máriusztól egy felkérést, hogy néhány napon belül fogalmazzuk meg a fejlesztési céljainkat, amit akár a területi operatív programból, akár más fejlesztési programokból, de kerékpáros fejlesztéseket hasznosnak látunk és célravezetőnek látunk a megyében. A koronavírus okozta váratlan kihívások rávezették a világot arra, hogy a korlátozások mellett hogyan lehet szabadnak lenni. Ennek a legkézenfekvőbb formája lett a kerékpározás, amely most népszerűbb, mint valaha.